Vigyázz! 1, 2, start! Második nekifutása már érvényes az indítás, ez a derbi délután harmadik futam, a Fábián Zsolt emlékverseny, Emeli Sandi AT nem kezdett igazán jól, de ugyanez egy Cselenzára is igaz. Eperkének viszont remekül jön ki a lépés, illetve vele együtt még Moréna Elvé az, aki nagyon jól kapta el az első métereket, és Moréna Elvé már gyorsít, és elkezd szökni tulajdonképpen a többiektől, egyre komolyabb az előnye. A háttérben Enterprise kezdett még viszonylag jól, és Zaira Elvé is szépen zárkózik. Moréna Elvé pillanat alatt növelte 10-15 méteresre is a fóriát Eperkével szemben. Enterprise, Fast Track, Zaira Elvé, Formula, Emerald mögöttük a sorrend, Eccellenza, Lollipop, Eduardo Ama és Emery Sandi Eti, ők vannak a mezői második felében, miközben Moréna Elvé lassacskán 20-25 méterrel is elment. Erdei Péterrel, a futam egyik kedvence, nagyon komoly előnnyel jár az élen, de sok van még hátra, gyakorlatilag egy teljes kör a futamból, Moréna Elvé mögé zárkózik Enterprise, mögöttük Eperke, Zaira Elvé, illetve Fast Track a sorrend. A peloton nagyjából együtt, bár kivált belőle az üldöző Enterprise, ő ered ugyanis a szökevény nyomába, a szökevény Moréna Elvé előnye valamicskét talán csökkent, de nem számottevően Enterprise-al szemben. Aztán pedig a pelotonot Eperkét láthatjuk belül versenyezni az ő hátán, Fast Track fut jelen pillanatban, és próbálnak többen is kibontakozni. Ugye nagyon jól indult például Emerald, aki már ott van a peloton elején, most előzte meg Fast Track-et, illetőleg kibontakozni látom Lollipopot is, ő is megpróbál följebb fejlődni, de hát egyelőre rettenetesen megszaladta a vezető Moréna Elvé, mögötte Enterprise színeit láthatjuk a második pozícióban, majd pedig többen kibontakozni látszanak. Úgy tűnik, hogy még ott van Zaira Elvé is az üldözők között, esetleg odaérhet, illetőleg Lollipop is, akkor, amikor már az utolsó kanyarban jár a vezetőló. Hát egyelőre nem nagyon tudják még csak megközelíteni sem a favorizált Moréna Elvé, továbbra is vezet legalább 20 méterrel, úgy tűnik, hogy igazán csak a helyezésekért alakul majd ki csata. Enterprise, Eduardo Ama, Emery Sandi AT, illetve Zaira Elvé is viszonylag közel van, Lollipoppal is próbálkoznak. Moréna Elvének nem csökken az előnye, már az utolsó 100 méterét fogja kezdeni, Eduardo Ama zárkozik egészen komoly lendülettel, valamint Lollipop és Emery Sandi AT, a végén kezd egy kicsit csökkenni Moréna előnye forja. Tehát nem nagyon tudják őt megközelíteni. Moréna Elvé, ahogy akar, úgy nyeri meg a futamot. Mögötte Eduardo Ama szerez egy értékes ezüstérmet, aztán talán Lollipop lehet majd a harmadik. Őt azért célfotóra mondják majd Emeli Sandi AT-val. Ötödiknek esik vissza Enterprise.